Sok szeretettel köszöntöm Csikán Attilát, az Alteo Energia Szolgáltató vezérigazgatóját, aki egyben a BCDH, a Magyarország Üzleti Tanácsa Fenntartató Fejlődésért elnöke is. Attilával arról fogunk beszélgetni, hogy az Alteo nyilvánvalóan egy elkötelezett vállalat a fenntartatóság mellett, miközben egyébként folyamatosan növekszik és tőkét von be a növekedéséhez. Tehát azt szeretném megkérdezni, hogy milyen eredményekről tudsz beszámolni, és mi a legnagyobb kihívás mostanság a céged számára. Szeretettel köszöntöm én is a résztvevőket, köszönöm szépen a kérdést. Igen, hát az Alteo azért jött létre, és úgy jöhetett létre, hogy a fenntarthatósági szempontok az energetikába is betörtek. Ugye azt szoktuk mondani, hogy egy energetikai forradalmat írunk, és ennek az egyik része az az, hogy szembesültünk azzal, hogy nagyon komoly megoldandó kihívások vannak. Ugye a klímaváltozással persze rögtön el is lehet ezt a kihívást kezdeni, mint talán a legnagyobbal. De nagyon komoly lehetőségek is vannak egyben, ugyanis a technológiák olyan sokat fejlődtek az elmúlt években, hogy nem kötelező most már óriási nagyvállalatnak lenni ahhoz, hogy valaki belépjen az energetikában, hanem decentralizált megoldásokkal, testre szabott megoldásokkal egy idézőjelbe tegyük azt, kisebb vállalat is sikereket tud elérni. És hát, hogyha ez nem hangzik szerénytelennek, akkor azért azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 12 évben, amióta megalakítottuk az Alteót, ugye szinte minden évben egy kétszemélyű növekedést tudtunk bemutatni a piacnak, tehát én azt gondolom, hogy visszaigazolta a piac, hogy igenis kereslet van azokra a szolgáltatásokra és azokra a tevékenységekre, amiket mi csinálunk. Ugye, mik azok, amik a legfontosabbak? Hát nyilván ugye első körben rögtön előjön az, hogy megújuló energiák hasznosítása, hiszen a klímaváltozás elleni harcban, most már hívjuk talán így, nagyon-nagyon fontos az, hogy a kibocsátást ugye a termelési oldalon is minél inkább csökkentsük. És hát az Alteónak van gyakorlatilag, mondjuk így, hogy minden hangszeren játszik, ami Magyarországon releváns, talán egyedül a geotermiát kivéve. Tehát vannak naperőműveink, szélerőműveink, vízerőműveink, alternatív gázerőműveink. És ezek eléggé, hogy mondjam, jól muzsikálnak, és hozzák azokat a paramétereket, amikettől elvárhatóak. Magyarországon is van, és igenis van lehetőség, és van tér arra, hogy ezek az erőművek működjenek. Egyébként ez a Magyar Energia Stratégiában a 2030-ig most már kifejezetten hangsúlyos szerepet kap, elsősorban a nap erőművi befektetések. Én azt gondolom, hogy nem csak a múlt meg a jelen, hanem a jövő is viszonylag gazdag potenciált, növekedési potenciált jelent. Igen, nem csak ugye nagyon gyakran éri a vád ezeket az erőműveket, hogy de hát időjárás függő a nagy részük, és hát ha nem fúj a szél, meg nem süt a nap, akkor mi lesz? És hát erre egyrészt azt tudom mondani, hogy egy valós és jogos kérdés. Másrésztről azt is kell mondanom, hogy azért egy pár évvel ezelőtt valósabb és jogosabb volt, mint most. Mert ugye az iparág rekordtempóban kitermelte ezekre is a megoldásokat, hogy hogyan lehet kiegyenlíteni a termelést, és mit lehet akkor kezdeni, ha hirtelen nem termel, vagy éppen hirtelen termelni kezd, ugye nem jól tervezhető módon az időjárás függő megújuló. És ezeket a magyar piacon, ezeket a kihívásokat ma elsősorban földgáz alapú energiatermeléssel lehet megoldani. Azért mondom, hogy Magyarországon, mert a világban van sok minden más is. Szerencsés országban, ahol nagyon sok vízerőmű van, mert olyanok a domborzati viszonyok például kiválóan ki lehet egyenlíteni, és ilyen módon sokkal magasabb megújuló arány lehet elérni, hiszen az egyik megújulóval a másikat kiegyenlítem. Magyarországon erre ugye nem teszik lehetővé az adottságok, nálunk földgázzal egyenlítik ki ezeket az erőműveket, és ha valakinek egy jól működő, hatékony, magas hatásfokú földgázos portfóliója van, akkor az gyakorlatilag hozzá tud járulni ahhoz, hogy minél több megújuló legyen az országban. Na most az Altóban mi pontosan ezt csináljuk. Tehát egy nagy megújuló portfólió mellé felépítettünk egy nagy földgázos portfóliót, és mind iparvállalatoknál üzemeltetünk és tulajdonlunk, mind pedig az úgynevezett távfőtermelésbe, tehát városoknak az ellátásába üzemeltetünk és tulajdonlunk földgázos portfóliókat, és létrehoztunk egy szabályozói központot, amelyik pedig ezeket integrálja egyé, és ez az integráció azt jelenti, hogy képes gyakorlatilag az egész magyar villamosenergia rendszernek értékes szolgáltatásokat vinni. Úgyhogy ez a két gerince a cégnek. Egy cégnek lehet két gerince, ugye? Remélem. A megújuló és a...
földgáz alapú, így van. De hát ugye nem csak gerinc kell, hanem kell a test és kellenek végtagok is, úgyhogy emellé fel tudtunk építeni egy szolgáltatási azzal a tudással, amivel rendelkezünk, és azokkal az erőművekkel, amikkel rendelkezünk. Ugye egyrészt iparvállalatoknak szolgáltatunk, hát azt kell mondjam, hogy stratégiát, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag azok az iparvállalatok, akik mellettünk döntenek, egy fenntartható stratégiát, energiastratégiát tudnak követni, ami oda tudunk rá figyelni, hogy a termelésükben a lehető legnagyobb legyen a megújuló arány, de úgy, hogy adott esetben ez sem a versenyképességüket ne érintse túlságosan, tehát ne legyen magyarán szólva drágább, illetve az ellátás biztonságukat se veszélyeztesse, mert egy iparvállalatnál ugye nem elég egyszerűen csak azt figyelni, hogy mennyi a megújuló, vagy mennyi a milyen a kibocsátás, hanem arra is figyelni kell, hogy azért a termelés az ne álljon meg, és ne legyen versenyképtelen. Na ez olyan egyszerű azért, de ez a hosszú távú elkötelezettséggel és hosszú távú kölcsönös befektetésekkel, szerződésekkel azért lehet működni, és hát nem csak iparvállalatokkal, hanem önkormányzatokkal is működünk ugyanebben a városokkal, ugyanebben a témában. Nem véletlen, hogy ezek hosszú távú 10-15 éves szerződések esetenként viszont elég szép eredményeket lehet elérni. És akkor ugye nyilvánvalóan ahhoz, hogy ezek a szolgáltatások kiteljesedhessenek, ugye ehhez szükség van egy nagyon széleskörű tudásra, ami ebben az energetikai iparágban azt jelenti, hogy gyakorlatilag üzemeltetni tudunk erőműveket, építeni tudunk erőműveket, és hát karbantartani is tudunk, természetesen a sajátjainkat is, és másokét is. És még valamit tudunk, ami talán ezzel a BÉT logóval a hátad mögött nagyon fontos és érdekes, ugye finanszírozni is tudunk. Tehát azt a tevékenységet, amit ajánlunk, ha erre egyébként igény van, és ez az üzlet ezt megköveteli, akkor adott esetben meg is finanszírozzuk. Ugye az Alteo kezdetektől fogva egy olyan sztori volt, ami gyakorlatilag 2-1-ben egy tőzsdei sztori, az energetikai sztori mellett, és egy nagyon tudatos építkezés a tőkepiacokon, és a saját finanszírozásoknak a tudatos felépítése. Úgyhogy azért mondom ezt megint, remélem nem szerénytelenül, de büszkén, hogy ebben is én azt gondolom, hogy elég sikeresen tudtunk az elmúlt évtizedben működni. És akkor elképzelhető, hogy nálatok akár egy ilyen zöld kötvényprogram, vagy zöld kötvénykibocsátás is jöhet majd a jövőben. Ezt nem is úgy kérdezem, hogy konkrétan, hanem hogy a tervek között, hosszabb távú tervek között szerepele. Illetve még egy kérdés, hogy mennyire könnyű nektek ezzel a fajta fenntartható stratégiával finanszírozást találni, akár tőkeágon, akár hitelágon Magyarországon? Igazából hagyj válaszoljak talán a második kérdésre először, ugye, hogy azért alapvetően finanszírozást találni számokkal lehet, és én azt gondolom, hogy ez hosszú távon is így fog maradni. A projektjeik pénzügyileg erősek kell, hogy legyenek, meg kell, hogy álljanak a saját lábukon. Nyilvánvalóan egyébként a fenntarthatóságnak is az egyik kritériuma ugye az, hogy finanszírozható legyen valami. Ha valamiben tolni kell a pénzt folyamatosan, és nem önfenntartó, nem áll meg a lábán, az lehet egyébként nagyon-nagyon komolyan környezetbarát, vagy környezetvédő, de nem mondanám fenntarthatónak. Tehát a mi projektjeink és a vállalatunk egyébként azért finanszírozható, és azért kap finanszírozást, mert erős pénzügyileg. Jók a mutatóink, jók a számaink, jók az eredményeink, és én azért azt gondolom, hogy ez lesz az alap továbbiakban is, a jövőben is. És ha ez igaz, akkor egyébként itt is egy kicsit azt mondom, mint az energetikában, hogy minden olyan hangszeren kell játszani, amiben érdemes. Tehát ugye mi ott vagyunk a részvénypiacokon, ott vagyunk a kötvénypiacokon, vannak bevezetett, tehát nyílt kibocsátásaink, vannak zárt kibocsátásaink, természetesen vannak ugye bankhiteleink is, amiket felvettünk, természetesen ugye nagyon figyelünk az eladósodottságunkra, és van egy nagyon komoly tőke a cégben, illetőleg van egy nagyon komoly cash-állomány a cégben. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy próbáljuk mindig a lehető legjobb, a vállalatnak a lehető legjobb és a legbiztonságosabb finanszírozási portfóliót összerakni, és igen, határozottan igen, nagyon-nagyon komolyan foglalkozunk a zöld kötvénnyel, nagyon komolyan foglalkozunk az ESG minősítéssel. Most még talán elsősorban azzal, hogy akkor mi is ez, és hogy is kell ezt érteni, és ugye nagy kedvel veszünk részt ezekben a folyamatokban, ahol
akár az Alteo, akár egyébként a VCDH is ugye hozzá tudja tenni a tudását, hogy tulajdonképpen hogy is értsük ezt az egészet, és hogyan is tudna ez működni. De miután kialakítjuk a feltételeit, nyilvánvalóan nekünk is egy nagyon komoly lehetőség lehet ez. Hiszen az Alteo, én azt gondolom persze, hogy egy minősíthető és egy kifejezetten fenntartható vállalat, és én azt gondolom, hogy versenyelőnyt fog jelenteni ez már középtávon is. Egyébként is azt gondolom a fenntarthatóságról, hogyha ezt valaki jól csinálja, és valaki hitelesebben és valós eredményeket ér el, akkor ez ma már versenyelőnyt fog jelenteni, ugyanis vannak olyan fogyasztók, akár a mi iparvállalati körünkben, akiknél egy kritérium, hogy olyanokkal működjenek együtt, akik valamilyen módszerrel a fenntarthatóságot ugye támogatják, és hát nekünk, ahogy mondtam, ez az alapüzletünk. Tehát innentől kezdve azt gondolom, hogy ez egy versenyelőny, és emelni oda kell tenni a zöld finanszírozást, hát az ESG finanszírozást inkább hívjuk fenntartható finanszírozásnak helyesebben, és akkor ez a dolog működni fog. Elképesztően sok a tennivaló a következő évtizedben, és elképesztően sok a lehetőség. Tehát én azt tudom mondani, hogy hajrá! Ez egy nagyon-nagyon pozitív végszó volt, úgyhogy szeretném is megköszönni neked ezt a rövid bejelentkezést itt a közgazdász vándorgyűlésre, és akkor sok sikert kívánok a jövőbeni építkezéshez, mind az Alteóban, a vállalatodban, mind a BCDH elnökeként nektek, hogy fejlesztetek a hazai tőkepiaci infrastruktúrát. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen én is a beszélgetést!